A következő percekben bemutatjuk, hogy hogyan készül a lőve. Egyébként mi lenne a következő percekben bemutatjuk, hogy hogy készül a... A következő percekben bemutatjuk, hogy hogy készül a lőveik farsangi szalagos fák. Juhú! Engedd ki a sár, úgy, nagyon jó, és fordítsd át a másikba, tedd át a másikba. Van a rum, azt az mit jelent ez a pohárka? Vizes pohár? Vagy... Szerintem kinek inkább. A pohárka az egy fél deci, szerintem egy feles. Én felet szoktam, fél deci. Ez a szakás. De a legalsó vastag vonal az egy feles vagy. Ezt irány. És akkor elvileg minden megvan. Nem tudom, természetben a receptet. Nekem, én ezzel a végig nekem nem úgy nem tűnik, hogy igen. Na mit írod össze? A fán a legkényesebb kertész. Összeállítása, keresztése és sütése nagy gyakorlatot kíván. Mondja, ti négyen vagytok, akkor csak négy, mennyi fog. Négyen, kis gyakorlatban, már egészen nagy gyakorlat. Mindenkinek van egy kicsi, az már... Mindenkinek az a gyakorlat, hogy már evett fánk. Már látta, hogy beindultam értem. Láttam meg ezt. De azt tudjuk, hogy, hogy kéne kinézni? Persze, hát nem így. Fél liter tejet ír? Fél liter tejet ír. Fél liter tej. A baj meg nem lehet annyira sok. Utána hozzá. 3 deci langyos tejjel az élesztővel, izé. Igen. És akkor utána hozzáadunk annyi tejet, hogy lágy, kalács, tészta, sűrűségi tésztát kapunk, de ez nem kalács. Én ebbe teszek. Jó. Csak azon gondolkodom, hogy jól szúrtuk el. Hát így könnyű, ilyen dagasztoljuk el. Igen, nem mi dagasztjuk. Na, mondjam. Megvan mosva a kezetek? Megvan. Jó, na, akkor. Jöhet a... Amikor összetúrnik szó itt az egészet, a, mert van, amikor van benne mag. Igen, minden üvegben egy. Igen. Kettő. Lenni, vagy kettő. És mindig én harapok. Nincs mag, beledobom. Nincs mag, beledobom. Nincs mag, beledobom. Van mag? Van mag! Ebben van! Na, mondom én, hogy van. Szép, sima lett, nincs benne csomó, egyáltalán, nézzétek. Ilyen lett a krém. Már nem égetsz. Ilyen lett a krém. De a feje is látszó, Zsanna. A feje nem kell. Hagyjuk már a fejemet. Na, szóval ilyen lett a krém. Szóval mi
változat. És akkor egy kicsit kívül, azt megvárjuk. Megnézzük el, de még belemegy. De nincs több meg. Mindegy belemegy? Nem lehet. Meg kell várni, még ki. És egy kicsit meg, megszivárul a puding része. Jó. Kinek mi jut eszébe a farsangi fánkról? Kinek milyen sztoria van a farsangi fánkról? Van-e valakinek jó sztoria a farsangi? Na! Egyszer. Szóval hittanos hétre drámadarabot próbáltunk az osztálytársaimmal. Én nem tudom, picik voltunk, ilyen 11-12 évesek, és volt egy hosszú, vagy hát most is van egy hosszú bárkultunk, és oda fölöttünk. Viszont dulakodtunk, vagy nem tudom, és lássatapult bele a lekvárba, és a figyelekvár, amit anyukám főzött, felrepült a plafonra, és anyukának utána le kellett festeni. És ez volt a farsangi fánkos élménye? Igen. Kinek milyen a fánkos élménye van még? Van? Ez az első. Nem sütöttél még soha fánkot? Azért nem jön az ablak, mert megfázik a tészta. Itt is megfázik. Így is megfázik. Csukcsak benyúl. Na, kinek van esetleg farsangi fánkos sztoria? Tegnap megcsináltam a videót, no. De nem vágtam össze. Ez a fánkos sztori. De jó. Ha ez nem sikerül, akkor megvan egy másik. Szerintem mind a kettőt összerakjuk. Te mit teszel? Ezt a cuccot. Nem tudom, mi ez a piros szó, finom. Nektek van valami sztoritok? Én nem sütöttem még fánkot. Én sem sütöttem még fánkot. De nem azt mondom, hogy sütöttetek fánkot, hanem hogy... Vagy mivel szokták enni, vagy milyen fánkot? Van-e valami otthoni fánkszokás? Csörögét, vagy nem tudom én... Én mindig csöröget fánkot eszem, mert a mama csak azt... Nem, mindent tud a mama, de az a legfinomabb, amit a mama csinál. És lekvárral, barasz lekvárral. Igen, szeretném. Jó, lesz, nagyon jó. Tehát ami fölül volt, az van alul. Igen. Ez fölmentek. Most már elindult. És még szalad is lesz fogom. Van a szalad? Hát mondtam, hogy jó a tészta, látod, így van volt attól. Még kell rá felé. Mert kell? Ja. Oké, ezt viszont gyorsan összegyúrom. Mikor lesz farsan? Már van. De nem jó, nem lehet venni. Miért? Nem. Nekem is vissza kell. Na miért? Mert ez az ajánlóra kívül. Mert sütök a közepe. Elég édes? Elég édes? Nem. Nem. Hogy el gondoltam a cipőt? Majd a vége alakból. Nem. De miért sütök a közepe? Nem szállam. De finom, nem látszik, hogy nem finom. Jól néz, kicsit. Kutyával. De a krém hozzá lehet, de ezt egy kukkó vagy szabad? Nem, mert nem kell még egyszer fordítani. Jó, van, biztos, hogy nem. Hányasra értékeli 1-10-ig a fánkot? 1-10-ig, ez egy nagyon erős 6,8-10. Hányosra értékelem a fánkot? Igen. Hát ingyen volt, hogy ki vagyok én ahhoz, hogy ne tizet mondjam. 10. Nagyon jó. Lilla. Hát, szerintem végig alatta volt. Az milyen? Akkor jó. Hányosra értékeli a fánkot? Hát én ezt egy 10-esre értékelem. Jó. 10/10. Korábbi tapasztalataim alapján, hát egy olyan... Tízes. Nagyon erős volt a mezőny, de ez egy tízes. Igen, amit mi sütöttünk, az egy tízes, a másik meg egy gondolatú 6,5. Oké. Legközelebb van, másik. Jó.